Átadták a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei 2020-as verseny karcagi díjait. A Szim óvoda országos díjat is kapott. A részletekről Szabóni Szentesi Mária tagóvoda vezetővel beszélgettünk. Mint megtudtuk, kicsit reménykedtek abban, hogy a Szim óvoda második alkalommal is megkapja az országos díjat, hiszen mindenki azon fáradozott, hogy szép legyen a kert. Kicsit reménykedtünk benne, hogy ezt még egyszer megnyerjük ezt a díjat, hiszen mindannyian az óvoda valamennyi apraja, nagyja, minden dolgozója azon fáradozik, hogy szép legyen a kertünk. Az óvónők a gyerekeket minden munkafázisba bevonják, a magvetéstől kezdve. A magvetéstől a palánta nevelésen át, a növénygondozásig mindenre megpróbáljuk megtanítani a gyerekeinket több-kevesebb sikerrel, hiszen volt olyan, aki már otthon is műveli a kertjét és országos díjazásban is részesült. A kicsik körében legkedveltebb a szamóca, a paradicsom és a sárgarépa, amit 10 óraihoz fogyasztanak el. Igazán kedvelt ilyenkor tavasztájékán a szamóca, hiszen nagyon szép szamócásunk is van, figyelik, hogy mikor pirosodik, és az ebédet kiegészítve, vagy a 10 órait kiegészítve szívesen fogyasztják, de nagyon kedvelt a paradicsom a gyerekek körében. Na és hát a sárgarépa. A borsó, a retek most kevésbé volt sikeres, de kaptak paradicsom, paprika, karalábé és karfiol palántát, amit gondosan ápolnak, hogy hozza az eredményt. Az idén a kicsit az időjárás mostoha, tehát a borson kezd most tönőni, a retekből nem sok minden volt, de a szamócásunk az nagyon szépen nő, terem, és ezt most is fogyasztjuk a napokban is. Igyekszünk. Paradicsompalántát is kaptunk, paprikapalántot, karalábét, karfiolt. Reméljük, hogy azért a sok-sok munka, az öntözés, a gondos növényápolás majd meghozza az eredményt. Szabóné Szentesi Mária bízik abban, hogy 2021-ben is immár harmadik alkalommal is megkaphatják az országos első díjat.